Március 20-án Gödöllő főterén is flashmobot tartottak a Dramatikus Nevelés Hete országos rendezvénysorozat nyitó rendezvényeként. A programsorozat célja, hogy népszerűsítse a drámapedagógia módszereit és felhívja a figyelmet az ezen a téren tevékenykedő szakemberekre, csoportokra, mint például a szervező Garabonciás Színtársulat, melynek tagjai rendszeres drámapedagógiai foglalkozásokat tartanak a kicsiknek. A programon felolvasták a Nobel-békedíjas Malala Yousafzai és Guila Clara Kessous, az UNESCO művész a békéért címet viselő nagykövetének üzenetét, majd a gyermekjátékok vették át a főszerepet. A rendezvény végén üzenetekkel ellátott lufik felengedésére is sor került.